A hét leglátványosabb előadása a Pécsi Balett Carmen előadása volt a Tószínpadon, majd ezt egy improvizációs színházi előadás követte a kamarateremben. Az Itt és Most társulat nevettette meg, mozgatta meg rögtönzött jeleneteivel a nézők fantáziáját. Pénteken pedig már a jövő heti Shakespeare Fesztivál részleteiről tájékozódhattunk. A 14. alkalommal megrendezendő fesztivál középpontjába idén a Hamlet kerül. Egész héten e köré szerveződnek majd a színházi előadások, filmek, beszélgetések, a workshop. Igazi nemzetközi kavalkád lesz több külföldi előadással. A nyitónapon hétfőn egy olasz társulat előadását láthatjuk a Tószínpadon. Abbiamo preso, ci siamo ispirati alla tempesta di Shakespeare e nella tempesta facciamo naufragare i più importanti drammi di Shakespeare. A Shakespeare vihar című drámája inspirált az előadást, viszont ebben a viharban, a mi viharunkban maguk a Shakespeare drámák szenvednek hajótörést. A sziget folyamatosan változó térként jelenik majd meg, amely hajóról óceánra, partról erkélyre, barlangból várrá változik, és mindezt egy látványos videó kivetítő is segíti majd a rendező elmondása szerint. Cerchiamo di cogliere l'aspetto umano dei drammi che vogliamo siano sempre presenti nella nostra vita. Ezeknek a drámáknak az emberi aspektusait próbáljuk újraélni, és azt szeretnénk, hogy ezek mindig jelen legyenek az életünkben. E questo il teatro può farlo. És ezt a színház megteheti. A sajtótájékoztatón még a Várszínház harmadik bemutatójából az Aradi Kamaraszínház vezetője, Tapasztó Ernő által színpadra állítandó Tom Stoppard darabból is megnézhetünk néhány jelenetet. A nemzetközi produkció főszerepeiben két Békés Csabai színművészt láthatunk, Tege Antalt és Gulyás Attilát. Erről a darabról bővebben hétfői híradónkban hallhatnak majd. Nyugodtan, nyugodtan.